András elmondta, hogy 1938-ban gondorosan született, de gyermekkorát Nyíregyházán töltötte. Már egészen kicsikorától elkezdett lovagolni, úszni és futni, így már 1957-re három országos bajnokká is vált. Nyolcszor egyéniben, hatszor pedig csapatban nyert magyar bajnokságot. Pályafutásáról 1976-ban Kósa Ferenc küldetés címmel filmet készített, amire nagyon büszke. 1966-ban, 69-ben és 70-ben is az év sportolójának választották Magyarországon, 2004-ben pedig a nemzet sportolójának. 2005-ben megjelent a Szenvedés vágyazott gyönyörűség című könyve. Nyolc évvel ezelőtt Budapest díszpolgára lett, tavaly pedig a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság életműdíjjal tüntette ki.